Szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy kicsit az írásról fogok beszélni. Értem egy csomószor, hogy megcsinálom ezt a videót, úgyhogy most végre meg is csinálom. Összeszedtem 5 tippet azoknak, akik írni szeretnének, és akkor lássuk is, hogy mik ezek a tippek. Első tipp, hogyha van egy gondolatod, akár csak egy fél mondat is az, vagy egy szó, mindenféleképpen írd le, tök mindegy, hogy a nap melyik szakában járunk, tehát hogyha hajnali 3 van, akkor hajnali 3-kor inkább kelj fel, és írd le azt a gondolatot, mert tuti biztos, hogy reggelre elfelejted, és biztos, hogy pont olyan gondolat, amint a napokon keresztül gondolkozol, hogy mi is volt az, és nem fog eszedbe jutni, és nagyon idegesítő, hogy nem jut eszedbe, pedig tudod, hogy nagyon jó gondolat volt, és tudod, hogy nagyon jól föl lehetne használni az írásodhoz, de egyszerűen nem jut eszedbe, és mondjuk én speciál pont olyan vagyok, hogy így lefekszem, és akkor így az agyam elkezd pörögni, és akkor jutnak eszembe a legjobb gondolatok, úgyhogy olyankor van az, hogy felkelek, és akkor elkezdem leírogatni a kis gondolataimat, amiket utána bele tudok szőni a könyvembe. A második tipp, hogy írj egy vázlatot. Ez azért lehet nagyon hasznos, mert én például az első 2 könyvemet az vázlat nélkül írtam, és utána ugye a harmadik könyv írása közben jöttem rá, hogy nem árthat, hogyha van egy vázlatom. Na most ennek a vázlatnak nem kell ilyen teljesen patentnak lennie, szóval elég annyi is akár, hogy mondjuk a történetnek a nagyobb eseményeit kiírod, és akkor abból látod, hogy nagyjából mi mentén szeretném végigmenni, és akkor az összekapcsoló kisebb eseményeket ráérsz kitalálni később. Én speciál úgy csináltam, hogy akkor leültem, és azt mondom, hogy jó, akkor most csinálok egy vázlatot, hogy tudjam, miről lesz szó, mert az első könyveket úgy írtam, hogy totálisan nem tudtam, hogy mit akarok. Tudtam, hogy mi van az elején, meg tudtam, hogy mondjuk mi van a közepén, meg a végén, és akkor így majd lesz valami. És azért hasznos, hogyha van egy vázlatod, így nagyjából csak arról, hogy mit szeretnél beleírni, mert akkor sokkal egyszerűbb összekötögetni a pontokat, és nem is muszáj azt a vázlatot teljesen, tökéletesen követni, mert például ahhoz a könyvhöz, amin én most éppen dolgozok, ahhoz írtam egy rendes vázlatot, hogy minden fejezetben tényleg, hogy mit szeretnék, hogy benne legyen. És egyébként, hogyha most elolvasnám az első kéziratot ahhoz a könyvhöz, meg a vázlatot, 2 külön dolog lenne a 2, de viszont azért volt jó, mert írás közben nem akadtam meg folyamatosan, és volt az, hogy na akkor most mi történjen, hanem igazából ott volt előttem, hogy nagyjából mivel kellene összekapcsolni az eseményeket, és akkor azt dolgoztam úgy nagyjából át, hogy beleíjen a történetbe. A harmadik tipp, hogy gyűjtsd ki a szereplőket. Hát én most találtam egy nagyon jó oldalt, azt belinkelem a leírásba. Ezen a honlapon ingyenesen lehet regisztrálni, és van néhány alap dolog, amit ingyenesen használhatsz, és ilyen például, hogy tudsz szereplőket tervezni, tájakat, univerzumokat, meg azt hiszem tárgyakat a negyedik. Én ebből csak az univerzumot, meg a karaktereket használom. Igazából az univerzum részét arra jó használni, hogy karaktereket a könyvhöz lehet csatolni. A karaktereket belül pedig mindenre rákérdez ez a honlap, tehát név, szerep, kor, születési dátum. Van ilyen, hogy emberi kapcsolatok rész, hogy barát, ellenség, legjobb barát, meg családnál is van teljes családfát be lehet állítani, és ez azért nagyon jó, mert így számon lehet tartani a karaktereidet, és nem is a főbb karaktereket, mert azért az nyilván, hogy jobban tisztában vagy azzal, hogy kik a főbb karakterek, de mondjuk ugye útközben kell egy csomó mellék karakter is, és azért nagyon jó, hogyha ki vannak gyűjtve egy helyre, és megvan adva a szerepkörük is, mert akkor nem lesz az, hogy ugyanaznak a karakternek lesz a könyv során 3 neve, mert mondjuk elfelejtetted, hogy már egyszer benne volt, és volt egy neve, és nincsen kedved visszakeresni, mert mondjuk egy hosszabb terjedelmű könyvnél elég nehéz mondjuk visszakeresni, hogyha csak egyszer volt leírva annak a karakternek a neve, és akkor ott legalább, hogyha ki van gyűjtve, akkor látod, és azt mondod, hogy ja, igen, ő ez volt, és akkor már tudod is írni, mert én például voltam egy csomószor úgy, hogy volt egy karakterem, és elfelejtettem, hogy ez a karakter létezett, mert ilyen tök pici mellékszereplő, és utána újraalkottam konkrétan, és utána, amikor újraolvastam a könyvet, néztem, hogy hát ez így nem lesz jó. Úgyhogy át kellett írnom. A negyedik tippem az, hogy olvas olyan műfajú könyveket, amilyen műfajban te is szeretnél írni.
Tehát, hogyha fantasy, akkor fantasy könyveket érdemes olvasni, hogyha science fiction, akkor olyanokat, hogyha ilyen disztópikus regény, akkor disztópikus regényeket, és így tovább az összes műfajban. Ez azért jó, hogy lássad, hogy mik vannak az adott műfajban, és hogy abból ihletet meríts a saját történetedhez. Meg ide még azt is mondanám, hogy olyan műfajú filmeket is érdemes nézni, mert akkor ez meg kicsit így a vizuális részét mutatja meg a műfajnak, és akkor abból is így lehet ihletet meríteni. És akkor így láthatod, hogy mi az, ami mondjuk neked nem tetszik, és te el szeretnéd kerülni. És az ötödik tippem pedig az lenne, hogy úgy írj és olyan stílusban, amit te vagy, és amit te szeretsz. Tehát ne próbálj meg mondjuk olyan stílusban írni, mint mondjuk valaki más, mert hogy az egy ilyen nagyon sikeres bestseller könyv, és akkor biztosan az tetszeni fog a népeknek, mert az biztos, hogy nem fog működni. Tehát a saját stílusodban úgy írj, ahogy te szeretnél, és egy olyan könyvet írj, ami neked tetszik, mert hogyha neked nem tetszik, akkor igazából miért tetszene másnak? Tehát tényleg olyat ír, ami neked tetszik. Tehát most gondolok itt arra, hogy ugye mikor elkezd az ember írni egy könyvet, akkor mondjuk el kell dönteni, hogy akkor egyes szem első személyben írod, vagy egyes szem harmadikba, és akkor itt is az rajtad áll, és te tudod eldönteni, hogy melyikben tudsz jobban írni, illetve hogy melyik tetszik jobban, melyik el közelebb hozzád, és úgy sokkal egyszerűbb megírni egy történetet, hogyha úgy írod olyan módon, olyan stílusban, ami neked tetszik, mint hogy erőltetsz egy olyan írás stílust, ami a legtávolabb áll tőled. Ez az az öt dolog, ami nekem az írásban segített, így ahogy rájöttem útközben, hogy akkor hogyan is kellene a dolgokat csinálni. Remélem hasznosnak találjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!